Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható április hónapban a mérleg jegyében születetteknél? A mérleg jegyénél április hónapban lesz egy szép szerelmi energia, és az utal a könnyűségre, a kommunikációra. Április 1-én újhold lesz, az azt jelenti húzódj vissza, gondolkodj el valami felett, ki vagy mi befolyásolja az életedet. Április 16-án teli hold van, ami megvilágít valamit, itt gyógyító erőről van szó, és rendezheted a dolgaidat. Április 30-án új hold van, újra visszahúzódás, meditálj valami felett, mit tudnál, vagy hogyan tudnád befolyásolni az eseményeket, hogy minden úgy lassan előre menjen. Április 4-én Mars bolygó és Szaturnusz bolygó együtt hat. Mars bolygó utal az élet erődre, vagy a lelki társadra, a férfiakra. Szaturnusz bolygó hatása alatt vagy korlátozásokról van szó, vagy segít abban, hogy kialakuljon valami. Április 12-én Jupiter bolygó és Neptun bolygó együtt hat. Jupiter bolygó szerencsét hoz, Neptun az utal az álmaidra, de ha egy bírósági ügyről van szó, és Jupiter bolygó hatása alatt ez is lehet, akkor Neptun bolygó azt jelenti, hogy minden átláthatatlan. Április 18-án Merkur bolygó és Uránusz bolygó hat együtt, itt kommunikációról, változásokról van szó. Április 27-én Vénusz bolygó és Neptun bolygó együtt hat, ez kihat a szerelemre, itt egy álom megvalósulhat, egy kreatív tevékenységnél Neptun bolygó az utal az intuícióra, az inspirációra. Április 30-án Jupiter bolygó és Vénusz bolygó hat együtt, a szerencsét hoz a szerelmet illetően, de ha rólunk, hölgyekről van szó, akkor ez azt jelenti, hogy ezen a napon, április 30-án lesz egy nap Finsternis, és Finsterniseknél mindig kármikus témákról van szó. Ezen a napon, tehát április 30-án Plutó bolygó megáll, utána visszafele mozog, ami utal a múltra, utal kármikus témákra. Mielőtt elemezném a kártyákat, szeretném közölni veled, hogy ez a havi jóslás megrendelhető, akkor az személyes passzol a te helyzetedre, a díjam 3500 forint. És most megtekintjük ezt a jóslást. A sarok kártyáknak mindig van egy fontos jelentősége, különösen az első kártyának, hiszen utal a havi témára. Itt látható a mozgás, tehát sok minden történik ebben a hónapban. Azt is jelenti, hogy előre mennek az események. Itt van a nap, az hozza neked a sikereket, mások észrevesznek téged. Amit ez a kártya még jelent, mindent, ami mozog. Az lehet sport vagy autó. Itt a nap jelenti a kisugárzásodat, az életerőt, a vonzalmat kettőtök között. Itt a hold utal az érzelmekre, a te érzelmeidre, az ő érzelmeire.
És a kígyó jelenti itt a változásokat, a megújulásokat. Légy magabiztos, vedd kezedbe ezt a kulcsot, hiszen itt nyílik számodra egy új ajtó, ezek a lehetőségek az életben, ami szerencsét hoz, hiszen itt látható a szerencse. De a közelben megjelenik a ravasz róka, itt beszélgetésekről van szó, hiszen a madarak utalnak a kommunikációra. A kérdés csupán az, hogyha megkapod ezt a hírt, ez a valóság, vagy valaki hazudik neked, vagy nála vannak ezek a témák, ennél a férfinél, hiszen a kártyák vele állnak összefüggésben. Ez utal a férfiakra, vagy ha egy hölgy vagy, akkor utal a lelki társadra, és itt vannak a hazugságok, valaki becsapja őt. Amit ez a ravasz róka még jelenthet, hiszen ide tekint a könyv felé, és a könyv utal a zárkózottságra. Lehet, hogy ez a férfi most zárkózott, és ezek nem jó döntések, erre utal a róka, vagy azt is jelentheti, ha te tervezel valamit, és itt megvannak az álmok, amire a hold utal, és itt lesz mozgás, és a nap jelenti a sikereket, és ha mások ezt látják, akkor lehet, hogy irigyek lesznek rád, tehát ne beszélj a terveidről, hanem ez a könyv azt jelenti, légy bölcs, légy okos, és ne mondd ezt el, légy titokzatos. A következő sarokkártyán látható ez a kereszt, ez utalhat vallási témákra, egy spirituális területre, de arra is, hogy a sors utatok kereszteződött, és van köztetek ez a kármikus kapcsolat. Amit itt a koporsó jelenthet, hogy lezár valamit, emlékeket, a múltat, bizonyos kapcsolatokat, és itt lesznek változások, amire a gólyák utalnak, szimbolizálják a változásokat. Ez nagyon jó, hiszen megjelenik a virágcsokor, ami szerencsét hoz. Itt ez a horgony jelenti a munkát, vagy a hivatást. Ezek lehetnek munkahelyi változások, és a virágcsokor utal egy kreatív tevékenységre. Visszatérve erre a kígyóra, aki lehet egy hölgy is, itt megjelenik egy vonalban vele a koporsó, tehát itt egy idősebb hölgyről van szó. Mivel a hold a szimbolizálja az anyai érzelmeket, ez lehet a te anyukád, vagy lehet az ő anyukája is. És akkor itt titkokról van szó, hiszen ez az idősebb hölgy eltitkol előled, vagy eltitkol előletek valamit. De szerencsére lesznek itt változások, ez a gyermek utalhat gyermekekre, de jelent egy új kezdetet is. Ez a férfi itt látható a képen, és a fölötte lévő kártyák utalnak az ő gondolataira. Itt van a sarló, ami elvág valamit, bizonyos helyzeteket vagy kapcsolatokat, ő szeretne lezárni. A sarló mellett megjelenik az ostor, és az azt jelenti, hogy ha valami fáj, ha valaki megbántotta őt. És pontosan ettől a személytől szeretne ő elbúcsúzni. Fontos döntéseket fog hozni, hiszen itt fölötte megjelennek az utak, ami szimbolizálja a döntéseket. Az lehet, hogy olyan hirtelen jön, és ezt tervezi. Lehet, hogy ez egy meggondolatlan lépés lesz részéről, és utána jönnek itt a fájdalmak, hiszen ezt ő megbánja. Jelenleg, illetve
április elején ezeknél a döntéseknél még vannak nehézségek, ami ezt a férfit illeti. Hiszen itt megjelenik ő, az utak, a döntések, és a hegy jelenti a problémákat. És ez itt április elején van. De április közepétől fogva az egerek segítenek abban, hogy eltávolítsák ezt a hegyet, tehát elmúlnak ezek a nehézségek, ezek a problémák, és április közepétől fogva hozhat komoly döntéseket. Ahol az egerek megjelennek, úgy szoktuk mondani a kártyavetésnél, hogy felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Tehát itt középen, április közepén az egerek eltávolítják itt a problémákat. Ami még megjelenik az ő gondolataiban, ez a fa. Ennek több jelentése van. Természetesen utalhat a természetre is, vagy keresi a helyét az életben, ahol ő úgy érzi, hogy le tud gyökerezni. Amit a fa még jelenthet, egészségügyi témák. Lehet, hogy ez a hivatása, vagy valaki beteg a családban, és ez foglalkoztatja őt a gondolataiban, és a fa jelenti a gyógyító erőt is. Azon kívül itt megjelennek a madarak, és azok szimbolizálják a kommunikációt, tehát beszélni szeretne veled, de itt még megvan a zárkózottság, tehát ő nem mond mindent el nyíltan, és a ravaszróka azt jelenti, ezek hamis gondolatok, vagy tervek, vagy nem teszi meg jól a lépéseit, hiszen valamit eltitkol. Itt úgy gondolom, hogy a háttérben erről az idősebb hölgyről van szó, és ő tudja azt, hogy ez a hölgy becsapja őt, vagy eltitkol előle valamit. De ez megjelenik a gondolataiban, ez megjelenik a tudatában, viszont nem beszél nyíltan erről, és emiatt itt minden olyan átláthatatlannak tűnik, erre utal a felhő. És itt a levélnél szintén kommunikációról van szó. De ez elmúlik, hiszen április végén akkor nyilatkozni fog, akkor elmondja ezeket a dolgokat, hiszen az egerek felfalják a felhőt, tehát eltávolítják ezt a kártyát, és akkor itt kitisztul valami, akkor komoly döntéseket fog hozni, ami szerencsét hoz, és megvan köztetek a szerelem, itt van a tiszta érzelem, és tisztázni fog veled valamit. Tehát azt, amit ő április elején átél, és hallgat ezekről a dolgokról, április végén erről be fog számolni. Visszatérve még ezekre a kártyákra, itt lesz egy új kezdet, ami a munkát, a hivatást illeti. A gyermek és a gólyák jelenthetik egy kisbabának a születését is. A következő sarok kártyán te vagy látható, amennyiben te egy hölgy vagy. Itt tisztázódik, rendeződik valami. Kettőtök között megvan a szerelem. De nem csak a szerelem, hanem a szeretet a családot illetően, hiszen ez a ház utal az otthonodra és a családra. Itt is tisztázódik valami, és a csillagok szerencsét hoznak. A csillagok jelenthetik a spirituális dolgokat is, és itt van a nyilvánosság, itt vannak az anyagiak, tehát az anyagi jólét, és ez lenne egy munka otthonról, tehát egy magán cég kialakítása. Ami kettőtöket illet, itt van a szerelem, a hajó jelenti a reményt, de a belső utazásokat is, egy lelki kapcsolatot, esetleg külföldi utazást, vagy egy nyaralásnak a tervezését. És itt
ez a part jelenti a nyilvánosságot, így minden kiderül a nyilvánosságon. A következő sarokkártyán itt van ez a gyűrű, ami jelenthet egy eljegyzést, házasságot vagy szerződéseket. Itt anyagiakról van szó, itt van a szerencse. Tehát április közepén lesz itt nyereség. De április elején lehet még veszteség, hiszen az egerek eltávolítják a felhőt, mindazt, ami átláthatatlannak tűnt. Az egerek eltávolítják ezt a hegyet, a problémákat, és akkor tud ő döntéseket hozni. De az egerek el tudják távolítani a halakat is, tehát az anyagiakat, itt lesz kiadás, vagy pénzveszteség, és ez április elején van. Április közepétől a csillagok hatnak a halakra, és akkor itt javul az anyagi helyzet, lehet nyereség is. És itt van az erő, tehát az anyagiak javulni fognak. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét, április hónapban itt látható. Előre mennek az események. Itt megvan a kisugárzás, az életerő, a vonzalom kettőtök között. Ez a könyv utalhat tudásra, továbbképzésre, de itt van a ravasz róka, légy óvatos, mennyibe kerül ez? Vagy gondolkodj el azon, hogy érdemes-e ezt megtenni, vagy halaszd el egy későbbi időpontra. Amit ez a könyv még jelenthet, a titkok, és itt a titkokkal ez a kígyó, tehát egy idősebb nő áll összefüggésben, és az jelentheti azt, hogy ez az idősebb nő eltitkol valamit előled, vagy ha te tervezel valamit, akkor ne mondd el a terveidet. Itt komoly beszélgetések lesznek, kezdetben még valami átláthatatlan, erre utal a felhő, de az egerek ezt eltávolítják, és valami vagy valaki visszatér hozzád, jelenti ez a gyűrű. Persze ez a gyűrű lehet szerződés is, ami itt látható, de azért ügyelj erre, hiszen itt valami még átláthatatlan. Akkor is, ha az egerek segítenek ebben, és kitisztul valami, azért nézd át gondosan ezeket a dolgokat. Második hét, április hónapban itt látható. Megvan a gyógyító erő. Ez kihat az érzelmeidre. Lehet, hogy itt az anyukádról van szó. Légy magabiztos. Itt nyílik egy új ajtó. Lesznek változások, megújulások, ami szerencsét hoz, és itt van a gyógyulás, a gyógyító erő. Itt vannak még hivatalos dolgok, lehet, hogy ez összefüggésben áll az anyagiakkal, és a hegy utal a téli hónapokra, hogy visszatér ez a téma újra az életedbe, és itt van egy anyagi veszteség vagy kiadás, de azt is jelentheti, hogy itt ezek a hivatalos dolgok, vagy egy bírósági ügy még nehézségekkel jár, és költségekkel, de az egerek segítenek abban, hogy ez az időszak elmúljon, és akkor ez lezárul, lesz újra itt az életerő és anyagi jólét, nyereség. Harmadik hét, április hónapban itt látható. Ez a koporsó jelenthet egy örökösödési ügyet is. De azt is jelzi, hogy valami lezárul az életedben, és lesz egy új kezdet. Erre utalnak a gólyák, hiszen jelentik a változásokat. Ez eltarthat május hónapig, hiszen a virágcsokor az május hónapot jelent. A koporsó az jelenthet egy idősebb szemét is, összefüggésben áll
ezzel a kígyóval, és az jelent egy hölgyet, egy idősebb hölgyet. Itt lesz egy baráti kapcsolat, de bizonyos dolgokat itt le fogtok zárni. Itt megjelenik az ostor, különösen az ő gondolataiban. Valaki megbántotta őt, vagy ő megsértődött valami miatt. Ez lezárul, hiszen ez a gondolata ezzel a sarlóval elvágja ezeket az eseményeket, vagy ezeket a kapcsolatokat. Hamarosan lesznek itt komoly döntések, ami szerencsét hoz, különösen nála, de kihat a házra is, kihat az otthonotokra, vagy a családra, a környezetre. Itt lesznek változások, kitisztul valami, itt van a szerencse, jó döntések, és ami kettőtöket illet, itt van a szerelem kettőtök között, és ezt mutatja az alsó sor, tehát az utolsó hét április hónapban. Itt vannak sorsdöntő változások, a gólyák szintén változásokra utalnak. Ez lehet a munkahely, egy új kezdet, vagy egy gyermeknek a születése. Ő le akar valamit zárni, lesz nála egy új kezdet, hiszen döntéseket hoz. Ami kettőtöket illeti, ezek a kártyák fűznek össze benneteket. Itt van a nyilvánosság, a remény és a szerelem. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!